Sok szeretettel köszöntöm Önöket mai sajtótájékoztatónkon, amelynek fő témája a Fidesz otthon teremtési programja, illetve annak kiszélesítése. De még mielőtt a témával foglalkoznánk, engedjék meg, hogy innen, erről a helyről is, anyák napja lévén szeretettel és mély tisztelettel köszöntsem az édesanyákat. Az édesanyák minden családnak szíve, minden családnak a lelke. És ilyen minőségükben mély tisztelettel és szeretettel kell rájuk gondolnunk mindannyiunknak. Mint ahogy az édesanyák a családoknak a szíve és a lelke, ugyanúgy minden politikának, minden egyes filozófiának kell lenni egy központi eleme, egy központi szíve, vagy ha úgy tetszik, lelke. Ez a Fidesz esetében a család. A család az a központi elem, amely köré szervezzük minden törvényünket, amelyet figyelembe véve hozzuk meg döntéseinket, és amely köré kell, hogy szervezzük a jövő évi költségvetést is. Nos, a mai témánk valóban az otthonteremtési kedvezmények idei és a 2017. évben tervezett bővülése. Milyen lehetőségei is vannak ma a magyar családoknak az otthonteremtésre? Jó hírrel tudok kezdeni, mégpedig azzal, hogy az otthonteremtési program sikeres. Már az 5. hónapban járunk a program megindulása óta. Azt lehet elmondani rögtön az első hónap mérlege után, hogy nagyon sokan, 2400-an adták be, és fogadták be a bankok a családi otthonteremtési kedvezményre szóló igényüket. A legtöbb család az elmúlt hónapokban a döntéshozatal fázisában vannak. Azt fontolgatják, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt mikor, hova, milyen feltételekkel fogják tudni a saját családjukra átültetve igénybe venni. Nem is kell kapkodni ezzel a döntéssel, hiszen mi azt vállaltuk, a Fidesz azt vállalta, hogy amíg mi kormányzunk, addig otthonteremtési program létezni fog. Ezért mindenki nyugodtan gondolja végig, hogy a családjának mely lehetőséget a legkedvezőbb igénybe vennie. Azt sajnos nem tudjuk elmondani, hogy minden parlamenti párt támogat bennünket a családi otthonteremtési programunkban. Tudjuk jól, hogy az MSZP, a baloldal és szövetségesei már egyszer lenullázták 2002 és 2008 között a családtámogatásra szánt összegeket. Azt is tudjuk mostani nyilatkozataik alapján, hogy ha tehetnék, most is lenulláznák a családtámogatására szánt összegeket. De ezzel szemben mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a családokat minden eszközzel segítsük. Tudjuk jól, hogy nagyon fontos az, hogy Magyarországon még több gyermek szülessen. A demográfiai helyzetet úgy tudjuk alakítani, hogy a fogyás megálljon, és minél több gyermek születhessen. Ehhez nagyon sok intézkedésre van szükség. Ezért vezettük be a családi adókedvezményt, ezért segítjük a gyermekvállalást, ezért ösztönözzük a gyermek születések számát, ezért segítjük a családokat abban, hogy a gyermeknevelésben minél kevesebb anyagi teher legyen rajtuk. Ezért vezettük be a bölcsődei, óvodai ingyenes étkeztetést, az ingyenes tankönyvellátást. Igenis, az államnak ki kell vennie a részét a gyermeknevelésből. Ez mellett nagyon fontos, hogy a családok az otthonuk tekintetében is segítséget kapjanak. Muszáj a családokat az első pillanattól kezdve ahhoz segíteni, hogy megteremtsék saját új első otthonukat, és ebben az anyagi és tér biztonságban tudják vállalni majd az első, a második, és ha úgy döntenek, akkor a harmadik vagy többedik gyermeküket. A 2017. évi költségvetésben, amelyet a héten nyújtott be a kormány, egy
nagyon jelentős összeget, még az idénél is jelentősebb összeget fordítunk a családtámogatási programra. Már az idén is egy rekordösszegű támogatás, több mint 100 milliárd forint szerepelt a 2016-os, tehát szerepel a 2016-os költségvetésben. Ezt mi a jövő éviben több mint duplájára fogjuk emelni. 211 milliárd forint összeg lesz az, amellyel az otthonteremtési programot fogjuk támogatni. Jövőre, tehát a költségvetés fényében kiteljesedik az az otthonteremtési program, amelyet elkezdett a Fidesz 2010-ben. Még több kedvezmény vár a családokra, még több ember juthat ezekhez a támogatási formákhoz. Minden eleme elérhető lesz 2017-ben is, kiteljesedett formában a családtámogatási programból, így elérhető lesz a CSOK, vagyis a családi otthonteremtési kedvezménynek. Ugye most már tudjuk, hogy maximálisan 10 millió forintos támogatási, vissza nem térítendő támogatási formája. Elérhető lesz az a kedvezmény, amely a lakásépítések áfájából származó kedvezmény. Tudjuk jól, hogy 25%-ról 5%-ra csökkentettük a lakásépítések áfáját. Az áfa visszatérítés lehetőségével minden új lakást építő család 5 millió, maximum 5 millió forint támogatási összegig hozzájuthat. Bevezettük a kedvezményes hitelek lehetőségét, ez ugyanúgy folytatódni fog a következő évben is. Ennek az összege is maximálisan 10 millió forint értékű lesz. És ezek mellett létrejött az idén, és jövőre is megkapja a költségvetési támogatását a NOKOK, vagyis a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek, amelynek ugye a lényege az, hogy a bankok kikerülésével teremt megtakarítási, lakáscélú megtakarítási lehetőséget a családoknak. Reményeink szerint ezekkel a lépésekkel nem csak, hogy minél több ember juthat, minél hamarabb, minél olcsóbban és minél gyorsabban új lakáshoz, hanem ezekkel az intézkedésekkel a gazdaságot is tudjuk élénkíteni, ugyanis a lakásépítés reményeink szerint a lakásberuházások új lendületet fognak tudni kapni ezáltal. És az pedig igen egyszerű, hogyha a lakásépítési ágazat fellendül, a lakásépítések száma megnövekszik, akkor ez új munkahelyeket fog teremteni. Mi úgy számolunk, hogy akár 10.000-vel, akár 10.000-es nagyságrendben is létrejöhetnek új munkahelyek. Ha pedig ez így történik, mi abban bízunk és arra számítunk, hogy így fog történni, akkor az további segítséget fog tudni jelenteni a családoknak, és a gazdaság ezáltal erősödni fog tudni. A gazdaság erősödéséből befolyó összegeket pedig tudjuk fordítani további támogatási formákra. Mint említettem, a baloldal és az ellenzék jó része nem egyértelműen támogatja, sőt támadja az otthonteremtési programunkat. Kezdettől fogva támadta a baloldal a CSOK-ot, vagyis a családi otthonteremtési kedvezményt. Kezdettől fogva támadta az áfa csökkentését is, és élesen bírálta a nemzeti otthonteremtési kedvezményeknek a létrehozását, közösségeknek a létrehozását is. Hogyha egyszer már lenullázta a baloldal kormányzása idején a családtámogatásokra szánt összegeket, akkor okkal és joggal feltételezhetjük, hogyha tehetnék, akkor ma is így járnának el, ma is lenulláznák az otthonteremtésre szánt összegeket, mindenféle lelki ismeretfordulás nélkül. Az, hogy miért gondoljuk azt, hogy okkal tennék, elég néhány korábbi intézkedésükre visszautalni. Emlékezzünk vissza, hogy a baloldal eltörölte az első Orbán kormány elő alatt bevezetett otthonteremtési kedvezményeket. Eltörölték a kedvezményes lakáshiteleket.
Eltörölték azt a kamatplafont, amelyet a hitelek után kellett fizetniük. Ekkor szabadultak el égbe a kamatok, veszélybe sodorva családok százezreit milliós nagyságrendben. Az ő kormányzásuk idején felére csökkentették azt a kölcsön nagyságot, amelyet felvehetett egy-egy család. Az adókedvezmények mértékét is csökkentették, mégpedig felére úgy szintén. És ami nagyon megdrágította a lakásépítések költségét, az az, hogy ők nemhogy csökkentették volna az áfát, mint ahogy mi tettük 5%-ra, ők akkor megduplázták az áfát, a lakásépítési áfát 12%-ról 25%-ra emelték, több, mint duplájára. Abban az időszakban nagyon keveseknek adódott meg az, hogy új lakást tudjon építeni. Ez vagy csak a legnagyobb jövedelemmel rendelkező réteg lehetett Magyarországon, vagy pedig egyértelműen hitelek formájával és hitelek segítségével tudtak új lakást építeni azon kevesek, akik ilyen vállalkozásba kezdtek. Ezek a hitelek is, tudjuk jól, hogy az egekbe szöktek, és ezzel lehetetlenítették el a családok mindennapjait. Azzal kellett minden nap felkelnie a családok százezreinek, hogy vajon a bank elviszi-e a házukat a fejük fölül. Mit csináljanak a gyermekekkel, hova meneküljenek, hova menjenek. Látható, hogy ez tarthatatlan volt. Mi 2010-ben azért döntöttünk úgy, hogy ezt a filozófiát, ezt a kormányzati célrendszert megváltoztatjuk, mert a legfontosabb az, hogy az emberek biztonságban legyenek, a legfontosabb az, hogy az embereknek munkája legyen és otthona legyen. A kettő pedig értelemszerűen szorosan összefügg.